can name a lot of things any other man won't do. Sziasztok! Elérkezett a Kérdezz Felek videó, amit valamelyik nap, nem tudom melyik nap, kiírtam Instagramra, hogy lehet kérdezni, mert nyomok egy YouTube csatornát. És igen, sokat, hogy eljött ez a Kérdezz Felek videó, úgyhogy lássuk is a kérdéseket. De nincs kamerám még, úgyhogy telefonnal veszem, úgyhogy leírtam a kérdéseiteket egy lapra. Azt nagyon sokan kérdeztétek, hogy én mióta TikTokozom. Hát már 4 hónapja TikTokozom, és hát elég jól megy, mert azt jelzi. Kérdeztétek, hogy van-e barátnőm? Nincs barátnőm, de a magánéletemet nem nagyon szeretném a YouTube-on, úgyhogy az legyen magánélet. Hány éves vagy? 17 leszek most február 15-én. Mi a véleményem rólad? Hát nem tudom, nem tudok így véleményt mondani, mert nem nagyon ismerlek, sajnos. Hány barátnőd volt eddig? Hát 2 igazából, akit nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és hát nem is lesz szerintem több, meg olyan, akit szerettem. Milyen érzés híresnek lenni? Szerintem nem vagyok, srácok, híres. Attól, hogy most ebbe a pár hónapban tényleg jöttek követők, meg lájkok, attól én még ugyanolyan ember vagyok, mint ti. Mikről szólnak a tetoválásaim? Hát igazából itt ez a zöcsémről szól, igazából ez legyen a magán dolgom. Ezen a kezemen. És hát igen, erről szólnak a tetoválásaim. Mennyi idősen vesztettem el? Hát srácok, 14 évesen vesztettem el, de kurvára megbántam. Bocsánat a csúnya beszédért, de rohadtul megbántam, hogy avval a személlyel vesztettem el a szüzességemet, akivel nem kellett volna. Úgyhogy gondoljátok meg 12, 13, 14 évesen, hogy kivel vesztitek el a szüzességet. Tényleg modellkedsz? Modellkedtem egy darabig, de már abba hagytam, hogy nagyon szeretem, amit csinálsz, ne hagyd abba. Hát, a TikTokot azt nem fogom szerintem nagyon abba hagyni, de ha a YouTube bejön, vagyis tetszik nektek, amit fogok csinálni, akkor lesz még, és szerintem heti alkalommal, de nem csak Kérdezz Feleket, hanem minden mehet bele, amit csak gondoltok. Van gyereked? Ez milyen kérdés, hogy van egy gyerekem? 16 éves vagyok, most leszek 17. Eleve, hogy nincs gyerekem, meg még nem is nagyon akarok gyereket. Majd, ha meg lesz minden, akkor lehet, hogy lesz gyerekem, de még nem, mert nem akarom, hogy úgy nőjön fel, hogy nincs meg semmije, mint a mai fiatalok, hogy elbasszák az életüket és a gyereküknek. Úgyhogy erről ennyit. Szereted az iskolát? Hát, srácok, nem szeretem az iskolát, de muszáj járni, mert meg kell tanulni, gyerekek, mindent. Nem azokról, akik vagdossák magukat. Hát szánalmas gyerekek, mert az tuti, hogy sajnáltatja magát, és az nem vagdosás, amit manapság csinálnak a mai lányok, hanem csak karcolgatják magukat. Úgyhogy, ja, mennyire szeretem a rajongóimat. Hát akik eddig követtek, tudják, hogy milyen vagyok, akik már most követtek be, azok is már tudják. Én imádom őket, és szerintem ők is engem, mert akkor nem követnének. A 13 éves lányokról, akik kiteszik a seggükről a képeket. Hát az a véleményem, gyerekek, hogy 13 évesen nem a Facebookon kéne élni, hanem tanulni, és tanulni, és tanulni. De hát, látjátok, aki kiteszi a seggét, az majd meg fogja bánni 18-19 évesen. Ha gyereke ezt fogja látni, akkor elég para. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Lesznek még nagyon-nagyon sok videóim, ha tetszenek ezek a videók. Igazából ez csak rajtatok múlik, hogy lesz-e még sorozat, meg stb. Nem csak Kérdezz Felek, még tervezek sok mindent erre a csatornára. Úgyhogy, ha tetszett a videó, lájkold, és iratkozz fel. Sziasztok!